Sziasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. A Xiaomi ugye folyamatosan adja ki a különböző jobbnál jobb és újabbnál újabb termékeit. Ezek között találunk olyat is, ami adott esetben csak egy ráncfelvarráson esett át, vagy egy korábbi terméküknek a kicsinyített vagy a nagyobb változata. A mai termékünknek a nagy tesóját már bőfél évvel ezelőtt bemutattuk nektek, ebben a videóban pedig megmutatjuk azt, hogy mit tud a Xiaomi Air Purifier 2S. Sajnos kicsomagoló videóval itt nem tudok szolgálni, mivel a kicsomagolás idejében nem volt kamera a közelemben, de igazából túl sok mindent nem is kapunk a dobozban. Magát az eszközt, és ha ennek a hátlapját kinyitjuk, akkor a szűrő mellett néhány papírt, illetve a tápcsatlakozóját találjuk. A termék már becsomagolva is eléggé könnyű volt, igaz itt jóval kisebb méretekről beszélhetünk, mint a nagy testvérnél, azaz a Xiaomi Air Purifier Pro-nál. Ugyanis ez mindösszesen 4,5 kg-ot nyom, a keresztmetszete 24x24 cm és mindössze 50 cm magas, tehát szinte észrevétlenül el tudjuk helyezni bármilyen szobában. Ez a modell is az elődjéhez hasonlóan kis OLED kijelzőt kapott, aminek a fényereje automatikusan tud változni egy szenzor segítségével, így nem kell attól tartanunk, hogy éjszaka kiégeti esetleg a szemünket, vagy nem tudunk tőle aludni. Körben a szűrővel egy magasságban nagyon apró pici lyukakat találunk, ahol értelemszerűen a levegő beáramlik és a szűrő felfogott port különböző szennyeződéseket megszűri. A tisztítónak a tetején pedig egy egészen nagy ventilátor fújja kifele a friss és tiszta levegőt. A használata a készüléknek igen egyszerű, egy darab bekapcsoló gombot találunk a ventilátor mellett. Ha ezt hosszasan megnyomjuk, akkor egy sípolás kíséretében bekapcsol a készülék, és már is mutatni fogja az adott helyiségben a levegő minőségét, ami bizonyos határértékenként eltérő színnel fog megjelenni, 0 és talán 50 vagy 60 között kiváló minőségű, e fölött egészen 120-30-ig elfogadható, ezt narancssárgával jelzi is, és e fölött pedig veszélyesnek ítéli és pirosan fogja jelölni, persze nem kell attól félnünk, hogy megfulladunk vagy bármi bajunk lesz. Amikor bekapcsoljuk a gépet, egyből az automata módba fog bekapcsolni, és hogyha a levegőnek a szennyezettségét magasra értékeli, akkor bizony igen hangosan fog elkezdeni pörögni a ventilátor, de több okból sem kell attól tartanunk, hogy éjszaka ez zavaró méreteket ölt. Ugyanis ha egyszer megtisztította a levegőt és folyamatosan be is van kapcsolva, akkor igazából automata módban is nagyon minimálisan lehet hallani a ventilátor forgását, de lehetőségünk van a bekapcsoló gomb többszöri nyomásával különböző üzemmódok között váltogatni, így például bekapcsolni az éjszakai módot, egy gyors módot, ahol viszonylag gyorsan és hatékonyan fogja megtisztítani az adott szobának a levegőjét, és lehetőségünk van időzíteni is, erről majd később az applikációnál fogok beszélni. Magán a kijelzőn ugye a levegő minősége mellett nyomon tudjuk követni azt is, hogy mennyi az adott helyiségben a páratartalom, hány fok van, illetve hogy milyen módban van maga a készülék, és az első bekapcsolásnál a Wi-Fi-jel villogni fog, ami azt jelenti, hogy nem csatlakozott még semmilyen hálózatra. Ez azért hasznos, hogy a későbbiek folyamán a MiHo alkalmazásunk MiHo alkalmazáson keresztül bármikor rá tudjunk nézni a készülékre, tudjuk vezérelni azt, vagy a már korábban említett időzített funkciót be tudjuk kapcsolni. A csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz igen egyszerű, mindösszesen egy 2.4 GHz-es hálózatra van szükségünk, amit láthatóvá kell tennünk, később persze ezt el is tudjuk rejteni. Miután már csatlakozott az eszköz és a MiHo alkalmazásban rákeresünk a légtisztítóra, miután kiválasztottuk, megadjuk, hogy melyik hálózatra csatlakozzon, beírjuk a hálózat jelszavát és egy fél percen belül csatlakozni is fog a hálózatunkra, és az alkalmazáson belül el is tudjuk érni. Ugye Xiaomi MiHo alkalmazást már nem kell bemutassam, hiszen többször is volt már róla szó, csak röviden annyit, hogy egy nagyon letisztult és teljesen egyszerű alkalmazásról van szó, rögtön a nyitóképernyőn megtaláljuk majd a hozzáadott eszközeinket, az eszköznek a jobb felső sarkában ki és be tudjuk egyből kapcsolni, de ha magára az eszközre kattintunk, akkor látjuk egy szét nagy felületen az aktuális levegő minőségét, a szoba hőmérsékletét és a páratartalmat, illetve ugyanúgy ki tudjuk kapcsolni és tudunk váltogatni az automatikus, az éjszakai, illetve a manuális üzemmódok között. Itt viszont még annyit tudunk ellenőrizni, amit már magának a készüléken nem, hogy körülbelül hány nap van hátra a filterből, illetve annak az élettartamából. Ugye itt tudjuk beállítani az időzített kibekapcsolást, sajnos arra nincsen lehetőségünk, hogy megadjuk, hogy melyik módban kapcsoljon be, tehát abban a módban fog bekapcsolni, amelyikben éppen hagytuk. Viszont ha valaki szeretné például azt beállítani, hogy napközben automatán működjön éjszaka mondjuk, 11 órától pedig egészen reggel 6-ig éjszakai üzemmódban, akkor a MiHo-ban erre is van lehetőség, viszont akkor nem az eszköznek a beállítását kell megnyissuk, hanem a MiHo nyitóképernyőjén alul, az Automation ikonra kell kattintani, és hogyha ott rámegyünk a plusz jelre, akkor tulajdonképpen, mint a programot írnánk,
meg tudjuk azt adni a schedule kiválasztásával, illetve utána az eszköznek a kiválasztásával, hogy légtisztító melyik módját kapcsolja ki, illetve kapcsolja be, és hogy ezt mikor tegye, bár nem értem, hogy ezt miért nem lehet magának az eszköznek a beállításai között megtenni. Az eszköz beállításai között továbbá be tudjuk kapcsolni az értesítő hangokat, tehát amikor hosszan megnyomjuk a kikapcsoló gombot, akkor hangérzéssel értesít minket. A panel fényét is ki be tudjuk kapcsolni, a szülői zárt is be tudjuk állítani, valamint értesítést tud küldeni a telefonunkra az alkalmazás, hogyha bármilyen meghibásodás történik a géppel. A gyártó szerint ez a gép körülbelül egy 21-32 négyzetméter területnek a megtisztítására optimális, nekem körülbelül egy 20 négyzetméteres szobám van, tehát mondhatjuk, hogy én a minimum értékbe esek bele, és elmondhatom azt, hogy bár korábbi videókat nem készítettem arról sajnos, hogy egy hét után mennyi port telepedett le akár az íróasztalon vagy a televízió állványon, ami ráadásul fekete, de azt biztosan állíthatom, hogy durván két hét után is alig jelent meg minimális mennyiségű por ezeken a bútorokon, ami szerintem egy baromi jó eredmény, hiszen ennek a többszöröse volt már látható akár 3-4 napon belül ugyanitt, és hát ugye arról nem is beszélve, hogy különböző jótékony élettani hatásai is lehetnek, sőt biztos, hogy vannak is, annak, hogy a frissebb levegőt cippantjuk be. A karbantartása igazából annyiból áll, hogy a szűrőt kell a megadott időben kicseréljük. Ennek ára igazából nem egy vészes összeg, pár ezer forintért beszerezhető, már akár hazai üzletekben is, és mindezt, ha egész évben folyamatosan megy, és persze nem sivatag kellős közepén pörgettük a gépet, akkor durván egy ilyen 120-140 nap, amit kibír egy szűrővel, ami azt jelenti, hogy évente talán maximum 3-at kell, hogy vegyünk, tehát összességében az éves fenntartása nem vészes egyáltalán. Maga a gép kapható volt a Xiaomi hivatalos üzletében, a Lourdes házban is, jelenleg én nem láttam készleten, viszont több hazai üzletlánc is forgalmazza, érdemes körülnézni például az árukeresőn, hiszen én a sajátomat durván 45 000 forintért vettem. Amikor ezt a videót felveszem, akkor az árukeresőn a legolcsóbb 56 000 forint, tehát folyamatosan változik az ára, úgyhogy ha nem akarjátok 50 000 forint fölött megvenni, érdemes egy kicsit várni, mert szerintem biztosan változni fog folyamatosan különböző üzletek kínálatában. Én ennyit szerettem volna mondani a Xiaomi Air Purifier 2S termékéről. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Valamint ha bármilyen kérdésetek, kommentetek lenne, akkor ezt megírhatjátok a videó alatt, illetve Facebookon is. Maradjatok velünk, hiszen hamarosan jövünk újabb tesztekkel, játékokkal. Addig is, sziasztok!